Bilincsben és Vezetőszáron hozták be a Kecskeméti járásbíróság épületébe azt a 14 éves fiút, aki december 12-én hétfőn délelőtt baltával megölte saját édesanyját Fülöp Jakabon. A fiatalkorú többször lesújtott édesanyjára, amitől a nő a helyszínen életét vesztette. A fiatal tette után befektette az ágyba a holttestet, majd feltakarította a helyszínen. A bűncselekmény nyomainak eltüntetését követően a fiatalkorú elhagyta az ingatlant, elfogására Kazincbarcika környékén rokonainál került sor. A nyomozók a fiút őrizetbe vették és emberölés büntette miatt gyanúsítottként kihallgatták. A Kecskeméti járásbíróság ma délelőtt egy hónapra elrendelte a 14 éves fiú letartóztatását. A bíróság döntése nem végleges, ugyanis azzal szemben a gyanúsított és a védője fellebbezést jelentettek be, amit a Kecskeméti törvényszék bírál el. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a legszigorúbb kényszerintézkedés a letartóztatás elrendelését indítványozza a kiemelt tárgyi súlyú életelleni bűncselekményt hozzátartozója sérelmére elkövető fiatalkorúval szemben, a jelenlétének biztosítása, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának megakadályozása érdekében. A fiúra, aki a rendőrségen tett vallomásában beismerte tettét, legfeljebb 5 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki fiatalkorúsága miatt.